A szabadkai székhelyi Vojput útépítés karbantartó vállalata tél folyamán is végezte a közutak javítását, több helyen zúdott kővel és hideg meg meleg aszfaltozási technológiával foltozták az utakat. A tavasz megérkeztével most a komolyabb útjavítási munkákhoz is hozzáfogtak. Észak-Bácskában, pontosabban Szabadkának kelebjai határátkelőhöz vezető Halassi úti szanálása a prioritás. Immár kedvez az időjárás az olyan komoly munkálatoknak, amelyeket az első fontosságú utakon kell elvégeznünk. Először azokon a szakaszokon dolgozunk, amelyeken komoly károk keletkeztek a felső aszfalt rétegen. Hasonló és szintén fontos munkálatokat végez a Vojput, Topolyán, Zomborban és Zentán, illetve az autóút Horgosi és a Feketicsi elágazása közötti szakaszán. Az autóúton jelenleg a csantavéri elágazásnál dolgozunk, a jövő héten pedig a csantavéri és a topolyai elágazás közötti szakaszon javítjuk az utat. Ott, ahol útjavítás folyik, lassul a forgalom, a közlekedők örömére azonban elmondható, a munkálatokkal napokon belül végez a Vojput. Ez az állapot valóban gondot okoz a közlekedés résztvevőinek, és ezt szem előtt is tartjuk. Ugyanakkor elmondhatom, hogy az emberek türelmesek, keveset kell várakozniuk, hamarosan pedig kényelmesebben utazhatnak a most javítás alatt álló szakaszokon. Az állami utak karbantartására és javítására szánt eszközöket a Szerbia utai, azaz a Putevi Szerbia közvállalat finanszírozza.